A legutolsó eset, ami eszembe jut, az húsvét vasárnap történt, amikor is mi általában a családdal húsvétra Esztergomba szoktunk menni, ott a ferencesek, most már nem is tudom hány éve, jó sok éve, 78 óta, még a Balsi Balázs atya kezdte, a Tömördi Viktor atya, ők kezdték el ezt a húsvéti lelki gyakorlatot a Szent három vagy hát négy napra, ugye csütörtöktől vasárnapig, és az egész családdal ott vagyunk most már, édestől 20 éve. És az utolsó két évben, mióta édesapám meghalt, édesanyám is jön velünk. És húsvét vasárnap, amikor már túl vagyunk a szentmisén, és éppen mennénk ebédelni, akkor egyszer csak jönnek, szólnak, hogy édesanyám elesett. Oda megyek, megnézem, és hát tényleg szegény elejtette a kabátját, ráesett, és nagyon megütötte az arcát. Az arcát, a kezét, fájlalta mindenét, akkor gyorsan letisztítottuk, lemosdattuk. Volt egy testvér, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezett, és akkor neki megmutattuk, hogy mi van, és ő mondta, hogy hát mindenképpen meg kell mutatni sürgősségi osztályon, hogy nézzék meg, hogy nem történt-e valami nagyobb baj. És akkor elmentünk először Esztergomba a sürgősségi osztályra, ott eltelt valami negyed óra, 20 perc, vagy talán még több is, és még nem találkoztunk személyzettel. És akkor utána eljöttünk onnan, hogy majd akkor Budapesten egy nagy kórházba elmegyünk, ez húsvét vasárnap délben történt, és megérkeztünk ebbe a nagy központi kórházba, ahol először úgy nézett ki, hogy sínre kerülnek a dolgok, és utána elkezdődött ez a pattogás a különböző hát ilyen osztályok között, akkor orvost nem láttunk órákon keresztül, tehát már teltek az órák, és továbbra sem láttunk orvost. Nővérek megnézték az édesanyámat, az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, az egyik rossz helyre küldött, a másik is rossz helyre küldött, tehát folyamatosan küldözgettek minket ide-oda, és a végén eljutottunk, úgyhogy orvos nem látott még minket, egy CT vizsgálatra, és ez vasárnap, ugye húsvét vasárnap délután, ez már 4-5 óra tájban volt, vagy még később, és ott leültünk, és ott elkezdett elkapni a kétségbeesés, ugyanis papírunkat se tudtam beadni. Addigra már kettesben voltunk édesanyám, a korábban ott voltak családtagok még, mert folyamatosan jöttek az osztályról a különböző beteghordozók, akik bevitték az embereket, és az egész olyan kilátástalannak tűnt, hogy orvos még mindig nem látta az édesanyámat, ott ülünk kint, szivárog a vér a szájából, és az egész olyan ott egy össze is szólalkoztam az egyik betegszállítóval, és semmi nem történik, és én azt hittem, hogy végül is elrontottam ezt a dolgot, tehát elrontottam a renuménkat. Szóval teljesen úgy éreztem, hogy a kész kilátástalan a helyzetünk, itt soha nem fogunk sorra kerülni. Fogalmam sincs, hogy mikor, hallottam nagyon sokszor olyasmit, hogy elmentek, dolguk végezetlenül értek haza, és akkor itt ülök a sebesült édesanyám, a szivárog a szájából a vér, és nem történik semmi. És amikor itt voltam, hogy hát uram, elkezdtem imádkozni, mert tényleg van, nem jutott más eszembe a próbálkozások, hogy valahogy előre mozdítsuk az ügyet, nem sikerültek. Uram, én ezt feladom, nem tudok mit csinálni. És rövidre rá egyszer csak megnyílt egy ajtó, és kilépett egy ismerősünk, barátunk, aki, mint kiderült, orvos, és ott van éppen ügyeletben, és mondja, hogy hát Tamás, hát mit csináltok itt? És mondtam, hogy hát mi történt? Azt mondja, gyere, gyorsan megvizsgálom az édesanyádat, és akkor ő megvizsgált minket. Onnantól kezdve sínre kerültek a dolgok, beajánlott egy jó ideggyógyászhoz, kiértékelték a CT-t, abból kiderült, hogy bizony van egy kicsi vérőmegy keletkezett ott a koponyán belül, amit ugye meg kell figyelni, akkor elkerültünk röntgenre, minden, de hál' Istennek nem tört el édesanyámnak semmilyen vérrömlény keletkezett, meg hát az arca kezes, tehát sebes lett, és hogy megtörténtek az összes kivizsgálások, azt az érzést, amikor tényleg sikerült az egészet tulajdonképpen átadni, hogy én ezt erőből nem fogom tudni, vagy akaratból, vagy szándékból nem fogom tudni megoldani és megcsinálni, és átadtam az egészet az Úrnak, és akkor egyik pillanatról a másikra egyszer csak ott termett valaki, mint egy angyal, aki megmentett minket. Na ez volt a legutolsó, amit most már hál' Istennek egyértelműen úgy tudok értékelni és felfogni, hogy az jó Istennek az ajándéka volt, és egy ilyen direkt beleszólása az életünkbe.